Sziasztok, én Baluka vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a következő Scrap Manikus videóba. Ma itt van velem Zonda Sziasztok! És Dávid. Sziasztok! És ebben a mai videóban folytatjuk azt, amit nagyon-nagyon-nagyon régóta szerettetek már volna látni itt újra a csatornán, ez pedig nem más, mint a tankcsata. Dávid épített egy nagyon-nagyon-nagyon király tankot, mert hogy egyébként Zonda mesélte nekem, hogy így az új update óta kicsikét, hát hogy is mondtad, megbugolódtak a tankok? Igen, most már a régi módszerű tankok azok nagy eséllyel visszasülnek, és kellett egy új lövési manika, amit pedig kútod. És ilyenkor fordult meg Dávidhoz, hogy tévedek. Hello Dávid. Hello, hello. Van tankod, légy, hogy már valami tankod videóhoz. Három is. Úgyhogy Dávid építette ezt a nagyon király tankot, és lefestette három különböző színre. Zonda nagyon erősködött, hogy neki rózsaszín kell, de úgy voltunk vele, hogy íbore! Dávid, van esetleg valami mesélni valód a tankról? Amit tudni kell, érdemes róla tudni? Hát, csak kettőt lő. Azért, hogy legyen valamiféle harc is, ne csak az, hogy ledaráljuk egymást. A lövéseket bírja. Újra tölteni majd mindjárt megmutatom, hogy kell. Azon kívül még a torony az csak 180 fokot mozog. 90 jobbra-balra. Ja, úgyhogy igen, erre figyeljetek. Hátul bepattanni. Oh, okay. És ugye, egyes, kettes, ugye? Aha. Egyes, kettes igen. Torony, 3-4 ágyú főle, 5-össel lősz, 6-ossal pedig célzol a gépágyúval. Micsoda? Gépágyúval célzás? 6. 6. 6, várjál. Lór, ez nagyon komoly, ez de jó, ez nagyon tetszik. Tök jó, olyan, hogy én tudod, ilyen lézeres izé lenne. Na, jó van srácok, szerintem ez egyébként jó lesz. A újratöltést, ezt megmutatod, kérlek, Dávid. Gyere, Zonda. Kívülök. Na. Egy kis csoportos foglalkozás. Ehhez újra tölteni a convex wires-t kell használni, és úgy kell rátenni, bár mivel ezt többféleképpen lehet. Convex wires. Ez. Ja, igen. Na, és úgy kell rátenni, hogy legyen egy kis lyuk a spadgunok meg a cucc között. Mert ha így teszed rá, akkor nem lehet a elejére tenni. Úgyhogy forgatni kell. Várj, Zonda, dobj egyet föl. Én most kicsit elakadtam. Hova tesszük ezt a cucc? Ja, igen, ide. Zonda érti. Mert így nem jó, hanem így. Úgy se jó. Zonda érti, mondta Dávid, és eldőlt jobbra. Két fényleg úgy lehet. Mert hogy így kell? Igen, úgyhogy előre fele áll. Ja, vágom. De miért pont ezt a blokkot választottad? Hát, majd meglátod, hogy tudod mit, gyere, aztán megmutatom most a balukat tankján. Na de várj, itt most akkor hogy vagyunk? Tehát, hogy akkor fogok ugye magamnál mindenképpen kenisztert, meg ezt a convex wires kenyót. Jaj, elindultunk. Ajjaj, ímora. Látod, voltak ezzel is. Lehet lefele lőni. Vágom. Ó, és ugye ezen a kis hegyes bajomon most tökre hasznos lesz, hogy tényleg lefele is igen. Lehet lőni. Á, okos ez a kú. Na, hogy, jaj, hogy van akkor? Hogy csapjuk le ezt a cuccot? Úgy, hogy előre fele álljon. Pirosra rakom, és tehát nem hátra, tehát így? Igen, úgy. És annak elejére értem. Meg tök mindegy, hogy csak ráteszed a izét kenisztert. Így például, ugye? Igen. Jó van, oké, akkor ezt most újra is töltöm, mikor az a lényeg, ugye, hogy igen, előreálljon, jó van, oké, és ez akkor menni fog. És srácok, hogy esetleg megtetszett nektek ez a tank, akkor Dávid majd fel fogja tölteni workshopra, leírásba teszek egy linket, azt nyugodtan használhatjátok kedvetekre. Viszont srácok, én akkor mondom nektek a szabályokat, egyrészt ugye korlátlanul újra tölthetjük a tankokat, de amint ugye láthatjátok, ugye ez a Word as flat, viszont ennek a közepén van egy L-es méretű tile, és ezen csak itt szabad. És csak itt szabad mozognunk, jó? Úgyhogy mehetünk bármerre, három különböző sarkot választunk, aztán onnantól eshetünk is egymástak. Akkor... Vale, akkor... Szevasztok, enyém ez a sarok. A sima részre nem menjünk akkor már ki. A sima részre nem szabad. Rendben van akkor. Pillanatot kérek szépen, elindulok. Választhatok ki egy tetszőleges... Jaj, de lakzat adni. Csak a kettő között lehet rossz ötlet volt átmenni. Igen, én is úgy érzem. Na jó, én elfoglalom a helyemet, úgyhogy srácok, szóljatok, hogyha készen vagytok, és akkor... Úgy is kúl fog nyelni. Nem olyan biztos, hogy számolt bele, hogy nekem multilagban. Nekem is. Akkor balokot fog nyelni. Nekem is. Eskü! Na, és amúgy azért is jó egyébként, tényleg most látjuk egymás nevét, szóval mi tudunk kicsit tájékozódni, hogyha éppen olyan... Vagy kapcsoljuk be az alcét? Ne legyen bekapcsolva. Ne, az nekem nem működik, úgyhogy... Na, végre egy valaki, aki nem tud rajtam kívül. Ezt én sem tudok. Srácok, ki az, aki nem tud még rajtunk kívül? Írjátok le kommentbe. Nekem még működik. Na, mehet? Mehet. 3, 2, 1, és rajt. Jó harcot, srácok. Hány menetet fogunk játszani egyébként? Szerintem azt majd meglátjuk menet közben. Mennyire strapabíró a tank amúgy? Eléggé, szemből kibír pár lövést. Ajaj, ott egy Dávid egyből talált egy fát. Még kicsit gyakorolnom kell az irányítást. Ajaj, kicsit nehéz. Olyan fura, hogy tudom forgatni az ágyút. Az miért fura? Hát mert hogy tudod, én nem tudok ilyet építeni, és akkor nálam ez tök nagy szó. Bele a földbe. Jó, Dávidot találtál. Kicsit menekülőre fogom.
Szerencsé, hogy ilyen fürge. Ugye tudod, hogy Zonda arra vár, hogy mi itt leverjük egymást. Akkor figyelj, én átmegyek, kicsit átkalandozok másmerre. Jó, mit szólsz? Jó, addig én békébe újra tőthetek, köszönöm. Na látod. Jaj, tényleg, persze. Most miért, hogy a hackert hagyod meg inkább még a zónában, ahelyett, hogy mondjuk öt kapnák szét először ketten? Azt mondod? Ebbe belegondoltál? Én nem gondoltam vele, de most, hogy már mondtad így, most már belegondoltam. Legyen úgy, hogy szétkapjuk mind a ketten kult, aztán egymást. Te csó, hát nekem instant kilőtte Dávid egyből az ülésemet. Na jó, de ez így ennyi volt. Szemből erős hátulról, nem? Ennyi volt. Ezért mondtam, hogy kúra kell vadászni először. Jó van. Én végeztem is, köszönjük a figyelmet, levattok. Igen, ezzel a videónak is vége. Jó, hogy ez Balokának a tankja volt. Nem baj, te megpróbáltad. Minden, ó. Oh, és okay. És ilyen közel vannak egymáshoz a srácok? Jaj, én meg... Lőjél ki, amíg újra töltök, köszi. És ott is. Várjál, van még ülésem? Van még ülésem? Jó. Van még ülésed? Van még, de várjál, most már szóval. Ugye szemből mentél végül is. Hát mondjuk Dávid igazából nem szabadna lejönni a flat részre. Várjál, de nem talán most elnézzük. Egyszer előfordulhat. Hát de itt nincs is flat rész. Hó, hátul? Na mindegy, nem tudom újra tölteni, úgyhogy mindegy. Nem tudod újra tölteni? Nem tudom. Akkor bukó? Igen, bukó, kúnyert. Akkor Dávid megnyert az első kört. Dávid, egy! Zonda és Baluka, nulla. A szolgat, hogy az óránál fogva vezetett minket a kú. Igen. Azt akart, hogy először egymásnak ugorjunk, hogy aztán minket szétszedjen, mert tudja, hogy úgyis neki van erőnye. Ezért mondtam azt, hogy ketten kéne levadászni kút, és utána egymást elintézni. Zonda, fogjunk össze most akkor Dávid ellen, jó? Azt nem de ez csak egy ötlet, hogyha nem tetszik, akkor egyébként elintézhetjük magunkat kúval így. Na, nem is. Kell, nem ragaszkodok hozzá egyébként. Rög hirtelen halálos. Sem. Akkor jó, azt megbeszéltük. Dávid, lecsapod légy szert, tankot elfelejtettem nem menteni. Ó, várjál. És úgy éreztem magamat, mint a vodban lennék amúgy. Kicsit úgy éreztem magamat, csak a vodban nem ugrálnak a tankok. Na, 3, 2, 1, és mehetünk. És akkor figyeljünk arra, hogy ne nagyon menjünk le a tájról, oké? Okay? Jó. Figyelj Zonda, akkor most jó, így sunyi be, akkor próbáljuk találkozzunk, össze. Találkozzunk! Két oldalról kéne amúgy. Neked itt az a bajom, hogy Q hozzád van közelebb, úgyhogy elindulok abba az irányba. Én fölmegyek a hegyre és megpróbálom a hegyről, nem? Csak az a baj, hogy itt félő, hogy innen már ki tudsz szedni. De nagyon reménykedek benne, hogy nem. NEM! TE MEGY ITTEN! DAVID! NEM JÓ! NEM JÓ! Nem robbadt fel a keresztel! Várjál, jövök! Csak félek, amire odaérek, addigra már Zonda, a kerekeid lesz. Segíts! Nem jó! Hirtelen nagyon köz... Ne! De gyere be, várjál! Hirtelen nagyon közel! Egyszerre kéne támadni. Jó, menj, nem tudom én, várjál, nekem le kell higgadjak! Nagyon gyorsan történtek az események! neki ment az ágyú egy fának. Vágod, így azt hittem, azért Dávid egy másik... De megint itt lesz a csávó megint. Csávó? Na várjunk. Justo van egy kis probléma. Mi? Mi történt az ágyummal? Neki ment egy fának, azt mondtad, hogy 180 fokot lehet csak forgatni. Hátra fordítani. Tedd föl liftre. Oké, szerintem addig nem lövök. Na merre vagy Zonda? Bocsit, kicsit kimentem a pályáról, mert meg kell kerülnöm egy kicsit, de ennyi. Szé, óvatosan. Én sziklát akartam meg. Ajja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 j
Szék? Nem, ágyú! Vagy várjál, most tudok még lőni? Legalábbis az én nézetemben kimentél. Várjál, én még megpróbálok lőni, hátha. De egy kicsit elbújok, mert végül is még ja, működök. Ott lapul a ludas. Én nem lapulok, én itt nem vagyok a emelvényen. Nem, csak kempelsz. Na jó, akkor maradjunk a helyzetben. Nem tudom visszaépíteni. Nem tudsz várjál. Lőni? Szed. De várjál, egy ágyút még lehet, hogy tudok lőni egyébként. Ide igen, ezért van két oldalra építve. Maradj a hegytövében, és akkor nem tud kilőni. Hát nem biztos, hogy fogok tudni lőni, csak megnézem, mert egy blokkot le kellett tegyek egy ilyen segélyblokkot. Itt nem az a taktika, hogy ki kell lőni kút, hanem az a taktika, hogy ne tudjon a kú kilőni téged. Az is valami. Ajaj, na várjál? Nem működik. Fenébe. Tehát azt mondod, hogy most már rajtam függ a sorsunk? Hát igazából én neki tudok menni, hát ha segít. Vagy menjél neki. Tudom. El tudom ütni Dávidot és akkor hát. Mi volt ez? Én kifogyasztom neked, te meg lelövöd, mit szólsz? De mondjuk várjál, én úgyis meghaltam, tehát nekem tök mindegy, hogy most melyik őtök nyer. Nem, azért nem mindegy, mert lehet akkor még döntetlen. Gyere, itt van, itt van. Kifagytam. Jó, belaggoltattam neked. Fogytam. Az a baj, hogy neki a csövet elibe rád van szegezve. De az a baj, hogyha ilyenkor lősz, abból baj lesz, ugye tudod? Aj, Morelli baj lesz? Azt mondtál, te mérlek. Szépen 3 FPS-sel elrepült mellette a keniszter. Igen, látom.
Na, én kipattanok, eltüntetem az enyémet, mert én nagyon már nem tudok mit csinálni. Ja, nem ártana. Akkor úgy mondom, önkéntesen feladom magamat, mert hivatalos, ha még versenyben voltam. Ja, mire de én azt mondom, hogy srácok. Szépen ide tulatunk. Még egyben vagyok. Ne kiabáld el. De nagyon OP ez a tank amúgy, Dávid. Most mit lőttél ki rajta, mert nem látok sérülést a tankomon. Megesik. Hogy a csiga elesik. Látott a zonda és eljött jobbra. Most azt mondja, hogy utána menjek, ami nyilván csapda. Itt egy keniszter, az gond. Ez szerintem tőlem esett le egyébként. Bár, gyere, Baluka, csapj egy széket a tank tetejére. Tényleg? Most elájult a tankom? Ó, repülök! Megtanultam repülni. Ez de jó! Uff, mit csináltál, zonda? Repülök, nem tudom, hogy miért. Harry Potteres tank. Várjál, tudod mit? Inkább menjél odébb, azt csinálj valamit. Kicsit, ja, kicsit. Tudom, mit csináltál. Van egy szög, aminél tovább nem lehet a ágyút hajtani. De zondának, zondának elég erőteljesen feláll az itt a helyzet. Igen, nagyon-nagyon feláll. Nagyon merem. Ó, Daddy! Figyelj, Zonda, amúgy tök jó, hogy összefogtunk Dávid ellen, de valamiért mégis fölvett engem, szóval nem panaszkodni nem panaszkodhatok. Én most utazok vele. Oké, újra tesszük. Most aztán megvárjuk Kót, hogy ide jöjjön. Hát ezt várhatod. Nekem elég stabilnak tűnik. De nem spoiler ezeket, Csoró fölvet, most miért mit tegyek neki keresztbe. Így, ez a fejemet súrolt ember. Zonda, baj van. Leugrat, tudtam. Na, közel harcba. Ki lesz a pontosabb? Hopp, az egyik. Megettem az egyiket. Hát tényleg? Igen, ez a izé előnye emel toronynak. Túl jó a tankom. jó megállapítás volt. Mennyivel jobb lett volna, hogyha mindenki épít saját magának, akkor még jobban szétalázzál minket. Oké. Ez tényleg sokkal jobb lett volna. Lelaggoltam magam amúgy. Na akkor most menekülünk szépen gyorsan. Már betöltöttél, minek menekülsz? Mert. Dávid az így járt még mindenen, megy, és így szét fog lőni, mint annak a rendje. Hipp, az elpattant. Hogy te lőttél felém? Miss. Ter. Ajaj, magadat lőttek ki? Berobbantottam magamba, igen. Nem, amúgy neked lőttem egyet. És nem, az enyém robbant magamba szerintem. Én is úgy láttam, hogy Dávidé maga alá ment. Pont mikor lőttem el aggót. És ilyenkor már nem tudod vissza... Nyertem volna, na. Ó, várjál, nem nyertél. De, vissza lehet. De, nyertem. Nem nyert. Hát még gyorsan, hogyha még szétlőd, akkor még igen. Gyorsan. Ajaj. Ó, ez már kuka. És figyeld meg, megnyeri. Melyikkel kell fel a nézni? Azzal már nem tudsz. No connection! Jó, akkor menekülök, amerre látok. Előni meg tudok amúgy, csak nem tudom lejjebb vinni. Megint föláll. Várjál, most akkor szépen betőttem a másikat. Ajjajjaj, gyerekek! Hozzul lesz! Túl erős a tankon, Baluka. Ez a baj. A győzelemtől. Ez a, de az enyém látod, az instant szétesett. Nem tudom, az valami ilyen kezdetleges protetív. Tudja, hogy a sajátját megizélte valahol. Nem izéltem, hogyha akarod, odaadom ugyanezt. Elviszem. Csak az nem más. Most más választásom nem maradt, mint így beállni, mert így jó. Fölfeláll az ágy. Zonda, te nem tudsz lőni egyébként már? Te már nem vagy. De lőni tudok. De még tudsz? Csak az, hogy fölfeláll. Ó, ez nem sokan múlott. Nem tudok lőni. Azzal most mi lett, Dávid? Ez elnyert? Igen, szerintem alá lőttem. Azt megette. Vagy lehet mindjárt kipukkad, aztán ennyi. Két opció van. Vagy megette, vagy kipukkad majd. Nem baj, Zonda, te megpróbáltad. Nem a szándéka, nem a fontos. Hát, hogy minden lepattan arról. A foci labdák. Védekező mechanika. Ennyit ez. Jó, fájj a székét. A tankból akkor ment el, úgyhogy most el kell kapni. 2-0, Dávid megnyerte. Igen, de legalább hát, már van egy kis damage ezen a tankon. Nézzük a jó oldalt. Ja, mert hogy neked ez még ugyanez, mint az előzőben. Igen. Árjál tudom, mit akkor hozom megint ugyanezt. Hová tűnt a tank? Elkapta valaki, vagy elment? Én nem kaptam. Szerintem elment. Készen álltok, srácok? Én készen. Akkor 3, 2, 1, és mehetünk. Zonda, akkor nem tudom, te balról én jobbról. Közben ittam egy kis tejet, kaptatok előnyt. Finovot? Igen. Itt még vannak a... Tejet, itt ha! Itt még az előző csatából vannak pár maradványok. Ú, igen, érzem, már kicsit jobban laggol, mint kéne. Ja, mert hogy ez még mindig ugyanaz a tank, nem? Nem. Mérleg? A előzőnek már nem volt ágyúja. Mármint ágyúja nem volt, de lőni még tudott. Baluka megint egyedül jössz, biztos vagy te abba? Nem. Akkor jó. Nem biztos. Hopp. De nézd meg, azért még egyet ide lőtt. A súnyi mindenit. Már volt lövésem. Ez árulás. Én pedig megint átfordultam. Te ez hogy megmászta a hegyet? Sehogy. De majdnem megmászta. Ó, ez mi volt? Zonda kihúrott a tankból. De várjál, mitől robbantam fel? Ki volt ez? Kapta, ja, lehet rámenti egy keniszterre, amire nem kellett volna. Hopp! Ajj! Ajaj, ez nagyon jön a csávó. Figyelj, ráugrok! Figyelj, ott van! Aszta! Nem ugrottam rá. Jaj, nem kanyarik a tankot, nem
amíg nem kanyarodik a tankot! Ó, menekülsz. Oké, okay, akkor én békébe újra tőttök. Na, akkor én is. Kaphatok egy széket a tankodra? Őt egyé egyet. Nem akarsz Alukánál volt szék. Én konkrétan suicide-oltam, egy aknamezőre futottam. Az is lehet, hogy azt amúgy Baluka lőttem, mert ő lődözött ide. Nem, Baluka nem felém lőtt. Nem, most én nem lőttem. De nem úgy értem, hogy csak a keniszter, ami ott volt, azt lehet ő lőtte ki. Lehet, én meg belefutottam. Idáig még sose jutottam el. Ajjaj, csak ez a baj, hogy jön. Én itt a ki? Csávó, mint a veszedem. Puff. Csak így semmiből elém teleportáltál. Ajjaj. Jaj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 
Áááá, ez nem sokon múlt. Szép volt. Tesó, teri találat. Ami a valami viszont látásra tank. Majd gyere vissza, várunk ebédre. Akkor megyünk a tank után. Kapd el a tankomat a tankoddal. Srácok, ez a Zonda VS, Baluka VS, Q, ez a 0 VS, 0 VS, 3, az úgy kicsit erős. Mire jó, számítottál? Betudható annak, hogy Dávid a saját tankjával versenyzett. Kettő, hogyha a legközelebb én építek tankot, a papírtank verseny lesz, jó? És srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, és hogyha szeretnétek további tankcsatát, akkor azt mindenképpen jelezzétek egy hatalmas nagy like formájában, illetve ne felejtsétek el feliratkozni, és kommentbe írjátok le, hogy milyen scrapmanikus videókat látnátok szívesen tőlünk. Tudjátok, október 31-én találkozunk a budapesti Lurdi moziba, a Scrap Show-n, ahol ott leszek én teljes alakomba, illetve Zonda és Dávid online lesznek velünk a rendezvényen, lesz nagyon sok király program, dedikálás, fotózkodás, közös játék, egymás ellen, együtt, építünk, versenyzünk, mindenféle. Úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, én Baluka voltam, sziasztok! 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 Ó, ez már kuka, és figyeljenek meg, Nyeri! Melyikkel kell fel a nézni? Azzal már nem tudsz. No connection! Jó, akkor menekülök, amerre látok. Előtt meg tudok amúgy csak. Meg nem tudom lejjebb vinni. Megint föláll. Várjál, most akkor szépen betöltöm a másikat. Ajjajjaj, gyerekek! Hosszú lesz!